És következik a mérkőzés Kató Mihály és Kégül Tamás között. Mind a ketten fehérben vannak, fehér mezben, de azt hiszem nem lesz nehéz megkülönböztetni őket egymástól. Kató egy ismert név, ismert arc ebben a szakmában, Thai boxban. Itt Magyarországon a legjobb talán. Ellenfele Kégül Tamás most megpróbál Thai boxos technikát alkalmazni Katóval szemben, de hát az az igazság, hogy túl sok lehetőséget én nem látok az előzetesek alapján arra, hogy itt ebből a mérkőzésből Kégül Tamás, a fekete nadrágos Kégül Tamás győztesen tudjon kijönni. És itt nagyon sportszerűen Kató nem rugott a fekvő ellenfél felé. És jobb egyenes, combrugás, bal jobb. Kégül becenevén kőbánya kalapácsa. Most megpróbál egy pár térdrugást bevinni Katónak. Újabb combrugás Kató részéről. Kató zártan védekezik, és ebből indítja a rugásokat. Újabb combrugás, és egy nagyívű Maigeri, széles nagyívű, fejre mért, vagy irányított körrugás. Kégül védekezik most már inkább, nem is csodálom Katóval szemben. Körütések, horgok egymás után, egy jobb egyenes. Hát nem szívesen lennék Kégül helyében. Úgy bizony, ez most betalált őr a lábra. Berepül a törölköző, és ezzel Kató Mihály immár a második mérkőzését nyeri Tatabányán. Ez nem meglepetés, hiszen Kínában tartományi világbajnoki címet szerzett. Boxban, és tényleg Magyarországon egyértelműen ő a legjobb most ebben a sportágban.